Az ötlapos program keretében a gyerekeknek a balesetmegelőzés és közlekedésbiztonsági program mellett megmutattuk azt, hogy milyen az a Hungaroring igazából. Megnézhették, hogy milyen egy versenyirányítási program, megnézhették, hogy milyen egy versenyautó, mindamellett a Hungaroring mélyén lapuló 22 hektáros erdőben is kalandokat élhettek át. Mindenkinek ajánlám a minigame tábort, nagyon jók a programok, sok bemutatót tartanak, nagyon élvezem például most a biciklizést, meg elektromos kiskocsi, és nagyon tetszett. Negyedik éve van alkalmunk gyermekeknek tábort rendezni itt a miniringen. 200-an jutottak el az idén. A Hungaroring Sport ZRT nagyon értelmes, interaktív, vagány programokat hoztak össze nagyszerű szakemberekkel, amely biztos, hogy maradandó élményt okoz majd minden diáknak, mind a 200 diáknak, hiszen most 50 diákkal kezdtünk tábort, és majd 28-án befejeződik a utolsó negyedik turnussal. Biztos vagyok benne, hogy az élmények azok nem csak a gyerekeknek és a őket kísérőknek maradnak majd meg, hanem erről sokan fognak hallani majd. Reméljük, hogy minél többen tudnak majd csatlakozni a programhoz, mert a minisztérium egyértelműen újra meg fogja hirdetni ezt a pályázatát is.